aki ismer, nagyon tudja, hogy nem sokat szoktam beszélni, de azért most szeretném megköszönni a családomnak, a feleségemnek a türelmet. Szeretném megköszönni a részcégcsoport összes dolgozójának, mert anélkül én nem tudnák itt lenni. Révész Bálint 1981-ben egy teherautóval indította el saját vállalkozását, ma pedig már Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai bázisát vezeti. A Révésznyírlok Kft. Mindössze 10 hónap alatt épített több mint 50 ezer négyzetméteres raktárbázist, így összesen már több mint 260 ezer négyzetméter raktárkapacitással rendelkezik a vállalat hazánkban. 500 kamionnal, 600 munkavállalóval, 200 ezer négyzetméter raktárfelülettel, Magyarországon piacvezető és Európában is az első 10 legnagyobb szereplő közé verekedte be magát. Tette ezt úgy, hogy mindeközben szintisztán magyar tulajdonú, magyar irányítású vállalkozás maradt, amely beruházásainak 100%-át Magyarországon hajtja végre. A Révész Logisztikai Központ már július óta működik, akkor igényei teljes mértékben kiszolgáló csarnok 85 fő foglalkoztatását is vállalta. A 9 milliárd forintos beruházást a magyar állam 594 millió forint közvetlen támogatással és adókedvezményekkel segítette. Ezek a fejlődések, ezek a folyamatban lévő az elmúlt években és jelenleg is megvalósuló beruházások a város gazdasági erejét növelik és az itt lakók biztonságérzetét. Azt hiszem, ma már minden nyíregyházi büszkén mondhatja, hogy az ország jó teljesítményéhez mi is hozzáteszünk. Polgármesterként pedig nagyon örülök, ha Nyíregyházán egy komoly beruházás valósul meg, főként, hogyha az új munkahelyek teremtésével is jár. Még nagyobb öröm talán, ha ezt a beruházást egy magyar nyíregyházi családi vállalkozás valósítja meg. A raktár 5 tűzszakaszból áll, ezekhez egyenként 3-3 dokkolókapu tartozik, ezeken keresztül biztosítják a raktározást. Itt nap mint nap összesen 40 nehéz gépjármű közlekedik. A logisztikai központ átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök beszédében kiemelte, a 2008-2009-es gazdasági válság után nem sokan hittek Magyarország talpraállásában. A mostanihoz hasonló beruházások azonban azt bizonyítják, hogy a fejlődés stabil és folyamatos. Magyarország föltápászkodott, lassan a saját lábán áll, ha nem is olyan erősen még, ahogy szeretnénk, de maradj legalább a saját lábán áll, és ilyen események történnek Magyarországon, ha nem is minden nap, de minden héten egy-egy újabb beruházás, egy-egy újabb fejlesztés, egy-egy pozitív jel és visszajelzés arról, hogy a munkánknak van értelme. A második dolog, ami eszembe jutott, ahogy itt körbenéztem, az az, hogy milyen jó, hogy végre Magyarország jövőjét már nem csak Budapesten és nem csak elméleti emberek írják, hanem valóságos vállalkozók, üzletemberek, befektetők, és az ország minden pontján, például a korábban oly sokszor elmaradottnak tekintett Nyíregyházán, amiről mi, akik ismerjük ezt a várost, pontosan tudjuk, hogy ez a jelző már régen idejét múlt. Szeretném én azt, hogyha Magyarország minden nagyvárosa olyan jó állapotban lenne, és olyan szép fejlődési perspektívák előtt állna, mint amilyen előtt az önök városa Nyíregyháza áll. Orbán Viktor azt is kiemelte beszédében, egy másik követendő nyíregyházi példa az itt működő magyar és külföldi vállalatok együttműködése, majd hozzátette, a kormány kész további újabb nagyszabású tervek kivitelezésére közösen a helyi cégekkel a helyi érdekekért.